Oh my god! Alapból felállítva is tök jól néz ki, ne jessétek félre! Csuszi termékek. Arcade Champions. Pólók, pulóverek, bögrék és még sok minden más. Hamarosan. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb Brawl Stars-os videóban, aki esetleg még nem ismerne engem, én Csuszi vagyok, és minden nap Brawl Stars-os tartalmakat készítek erre a csatornára, Brawl Stars-os videó, vagy livestream, minden ami Brawl Stars-al kapcsolatos, azt megtaláljátok ezen a csatornán, úgyhogy nem szeretnétek lemaradni ezekről a tartalmakról, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki esetleg így tesz, vagy már megtette ezt a lépést, és ha szeretnétek még ilyen videót látni, mint ez a mai, akkor dobjatok majd egy lájkot erre a videóra, ha megnéztétek és tetszett nektek. Szóval, ahogyan láthatjátok is, itt fent nem igazán a Brawl Stars világában vagyunk, viszont Brawl Stars-zal kapcsolatos lesz a témánk. Ugyanis rengetegen küldtétek nekem ezt a videót, hogy nézzem meg, gondolom azért, mert láttatok már egy-két ilyen videót a csatornán, amiben ilyen érdekességeket néztünk, ami Brawl Stars-zal kapcsolatos volt, és ez is az lesz, bizony. Ez is az lesz, bizony, ugyanis 35 ezer dominóról lesz szó. 35 ezer felállított dominó fog eldőlni, és ez Brawl Stars-zal kapcsolatos lesz, úgyhogy nagy valószínűséggel ugye olyan képeket fogunk látni, ami a Brawl Stars-ból van kiemelve, és dominóból tették ki. 35 ezer dominóból. Jesszus, atya úristen, és igen, a képen már látjuk is, ami kezdődik, ez valószínűleg egy Spike lesz. Szóval srácok, ezt fogjuk megnézni közösen, én amúgy is imádtam a dominókat, régen is rengeteget néztem ilyen műsorokat, ahol ugye dominókból állítottak fel bizonyos képeket, imádtam, ahogyan eldőltek a dominók, nem tudom miért, olyan satisfying volt, olyan kielégítő, ez is tudom, már nagyon sokszor használjuk ezt a szót mindenre, de nézzük meg ezt a videót, ne húzzuk tovább a szót. Ó, igen, hát nem tévedtünk, az bizony Spike lesz, de itt vannak más képek is felállítva, ugyanúgy, hogy nem csak egyetlen egy kép lesz eldöntve, ó, ott a Frank előbb az ugye Bo volt, van egy Spike-unk is, és végigmutatja egyébként az összeset, ez valószínűleg a Brawl Stars logó lesz. Jézusom, egymás tetejére van rakva? Domino. Wow! Oh! Oh! Amikor eldől, milyen jól néz ki! Oh my god! Alapból felállítva is tök jól néz ki, ne jessétek félre! Nem úgy felállítva, hanem maga a dominók. Nagyon király, mondjuk nem tudom ott mi jelentősége volt, de ezek a képek nagyon jók. Ott van Colt is, és alá is írt egyébként a nevüket. Jézusom, minden karakter benne lesz vajon? Jesse! De jó! Igaz, egy kicsit narancsárga, de gondolom nincsen mindenféle színben. De nagyon jól néz ki. Ott maradt egy pár állva azért. Hoppá, hoppá! Bó! Na ez vagány, ez nagyon jó. Ez nagyon jól néz ki. El Primo is de jól néz ki! Ne, miért döntöd el? Amúgy még így még jobb. Így még jobb, úgyhogy felőlem aztán maradhat így is. Atya ég. Ez azt igen! Rendesen begolyózott. Az nem volt rossz. Nem volt rossz, tetszett az a golyós kis kiálló rész. És Poco! Imádom ezt a karaktert. Penny! Na hát ezek itt a vége fele már jobbak. A színek jobban el vannak találva, bár mondjuk... Jó, Pennynek sem ilyen a bőrszíne, de... Mindegy, attól függetlenül jól néz ki. Az El Primo is elég jól nézett ki. És mennyi dominó? Mondjuk itt tudnak akár csalni, meg külön vágások vannak. Szóval nem biztos, hogy egy térben vették fel az összeset, csak külön-külön felállították. Frank. Oh yes. És jön a Spike. Ne! Azt hittem, hogy ott állva maradt. Azt hittem, hogy állva maradt. Ah! Azt hittem, hogy elrontotta. De nagyon jól nézett ki ez a Spike is. Ismét golyózás. Nagyon szereti a golyókat a készítő. Ráadásul két golyót használ nagyon sok helyen. de jó ez az ikon. Ah!
Szóval ennyi lett volna ez a 35 ezer dominó. Hát elég gyorsan a végére értünk, ahhoz képest, hogy 35 ezer dominóról volt szó, nagyon gyorsan eldöltek, konkrétan egy 3 perc sem volt ez az egész. Aki esetleg szeretné meglesni a videó eredeti készítőjét, lent a leírásban megtaláljátok, Taika Moon a csatornának a neve, és baromi király dominós videókat készít. A Brosterzzel kapcsolatosan csak ezt az egy videót készítette, viszont rengeteg nagyon érdekes és még királyabb dominós videókat találhattok a csatornájukon, úgyhogy érdemes őket lecsekkolni, és nekem baromira tetszett ez a videó, nekem nagyon adta, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elküldtétek ezt a videót, hogy reagáljak rá. Nagyon imádom a dominókat, ahogy mondtam is, régen mindig lestem a tévében, és nem tudom, hogy még létezik-e az a műsor, amiben volt a Domino Day! És akkor ott rengeteg ilyen dominó képet alkottak, és csomó dominót döntöttek el, több milliót, nem is tudom mennyi rekord dölt meg azokon a műsorokon, és ki tudja mennyi csapat dolgozott ugye rajtuk, meg mennyi ország. Imádtam azt a műsort, igazából csak azért néztem köbben régen tévét, ugye jó ideje nem nézek, de imádom a dominókat, amikor így eldőlnek és kiadják a képet, az ami fantasztikus, mert alapjáraton is, ahogy mondtuk, hogyha ha még álló helyzetben is vannak, akkor is jól néznek ki, de amikor lefeküdnek egymással, az is jól tud kinézni. Na most már megint miről beszélünk. A lényeg, hogy köszönöm szépen a figyelmeteket, ez most csak egy ilyen kis röppenetnyi videó lett volna, ugyanis csak egy ilyen videót találtam a Brawl Stars-zal kapcsolatban, szóval én tudtam most több dominós videót mutatni nektek, de már rengeteg karakter volt benne, szóval szerintem tetszett nektek, nem? Tetszett, ugye? Írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik karakter tetszett a legjobban dominóból kirakva, nekem Spike adta a legjobban, amúgy is imádom Spike-ot, az egyik kedvenc karakterem, ráadásul meg lett az 500 kupám is vele, úgyhogy imádom egyszerűen, és nagyon jól nézett ki dominóból, és főleg, amikor így eldöltek, nekem az nagyon tetszett. Úgyhogy a következő videóban vagy livestreamben találkozunk, srácok, legyetek jók, na sziasztok! Ja. Lájkolj és iratkozz fel, az már megvan, és most mi legyen? Ha néznél még valamit, csak old a két videót én. Ne felejtsd el, mégis mit? Hogy Facebook és Instagram is van. Ó, tényleg? Aha. Na szoszi.